Milic tavak. Madártávlatból nézve a tájat látható, hogy a tavakat gátak választják el egymástól. A tavakat a 11. században alakították ki, elsősorban a lassú sodrású Baric folyó holtágaiban és a kitermelt gyepvasért üregekben. Ma ezek a tavak alkotják Európa legnagyobb halastóhálózatát. Néhány tó, mint például ez itt a Nád-szigeteivel, szinte egészen a horizontig nyúlik el. A halgazdálkodók generációk óta tenyésztik az itteni tavakban a halakat. A férfiak kis csónakkal a vizen úszva gabonaszemeket szórnak a tóba lapátok segítségével. A sok hal sok madarat vonz a tavakhoz, amelyeknek a halak jelentik az elsődleges táplálékforrást. A haltenyésztés évszázados hagyományának köszönhetően Európa egyik legértékesebb vizes élőhelye, és Lengyelország legnagyobb madárparadicsoma jött itt létre. Közel 300 madárfaj található, melyek közül a legtöbbük itt is fészkel, mint például ez a két egymásnak ugrógén. Ezek a kacsa méretű, fekete színű madarak, hosszúkás fehér foltokkal a homlokukon, rendkívül bátrak. A természet megfigyeléséhez jó helyszínt biztosítanak a tavaknál található kilátók és búvóhelyek. Innen például egy hattyúpár látható, amint a lenyugvó napsugaraiban táncolnak, és hosszú nyakukat hajlítgatják ivás közben. A Baric folyó völgyében látogató turistákat több, mint 1000 kilométernyi túraútvonal várja, melyeket több módon is fel lehet fedezni. A látogatók haladhatnak gyalogosan, mint például ez a mankóval közlekedő férfi, vagy kerékpárral, mint ez a gyermekes család, de akár lóháton vagy hintóban ülve is, valamint kajakkal, mint ez a két fiú a csónakban, akik lassan eveznek a folyó közepén. A helyi látnivalókról és fontos tudnivalókról az információs táblák és útbaigazító táblák nyújtanak tájékoztatást. A túróútvonalak kialakításánál a fogyatékossággal élő személyek igényeire is gondoltak. A Rudas-Solovszkai horgásztavak közelében például olyan ösvény került kialakításra, melyet a látogatók az érzékszerveik segítségével is felfedezhetnek. Mohákat, szuszmóval borított ágakat, valamint különböző falveleket és fakérveket tapogathatnak meg. Az erdék mentén halad végig a Kárlov-Valkova tanösvény, melyen a látnivalók nagy része brélírással is elérhető a vak és gyengén látó látogatók számára. A Baric folyó völgye ezernyi színben pompázik egész éven át. A lemenő nap fényében a téli széltől ide-oda ringatózó rozsdás színű széles levelű gyékény varázsa sokáig megmarad az emlékezetben. Vagy a sárga orrú hattyú család, amely éppen a víz és a jég találkozásánál sütkérezik. Vagy a csillogó kristályos jégdarabok, amelyeket a hullámok a parton sodornak. Vagy a kacsák százai, akik a hatalmas, befagyott tavon ülnek, miközben felettük fehér farkú rétizsasok köröznek alacsonyan szállva. A tavasz beköszöntével az egész föld bujazöldé válik. A napsugarak áttörnek a tavak körül húzódó átvérű ékerligeteken és tölgyerdőkön. A madarak párosodnak és fészket raknak. Hamarosan új nemzedék jön a világra. Ez az időszak a kicsinyek felneveléséről szól, akiknek gyorsan meg kell tanulniuk, hogyan gondoskodjanak magukról. A vörös nyakú vöcskök a szüleik figyelő tekintete mellett a hattyúk és sirályok kíséretében kezdenek neki a tanulásuk. Az anyja hátán ülő fióka még nincs 3 hete. Őt még az anyja eteti rovarokkal, apró halakkal és gerinctelen állatokkal. A nyár folyamán csak néhány tónál található meg a védett, és Lengyelországban nagyon ritka faj a tündérfátyol. Ha a körülmények megfelelőek, ez az apró, sárga virágú növény szinte szőnyeget képez a tó felszínén, éles kontrasztot alkotva,
a vízben tükröződő kék éggel. A vadász területén járőrözik a hosszú lábú szürkegém, aki a tó felett alacsonyan repül, miközben küzd az erős széllel. Ha veszélyt érez, a part menti nádasba bújik, hogy eltűnjön az ellenség szeme elől. A milic tavak a nemzetközi élőtavak hálózatának tagja, egyedüliként Lengyelországból. A tavak vizében a harkon kívül számos gerinctelen állat, hüllő és kétéltő is él. Itt egy zöldes-barna mocsári béka látható, aki a környezetébe olvadva éppen szúnyogokra vadászik. A feje, amely alig emelkedik ki a vízfelszíne fölé, szinte láthatatlan a tó zöldjében. Csak egy ugrás, és a szúnyogot már el is kapta. A víztározókon kívül is színes az élővilág. A közeli réten egy éhes fehér gólya gondosan vizsgálja a sűrű bozótost, érelem után kutatva. Nagyon óvatosan lépked. Hosszú, piros lábait magasra emeli. A frissen kaszált búza és árpaföldek a nyári ludak közkedvelt táplálékkereső helyei. A madarak, ahogy sorokban ülnek a mezőn, a mintás, szürkésbarna színükkel és rózsaszín csőrükkel változatossá teszik a tájképet. Az őszi reggeleken köd veszi körül a réteket, a mezőket és a tavakat. A felkelő napsugarai rózsaszínűre, valamint az arany és az ezüst különböző árnyalataira festik ezt a mesés vidéket. Az október és a november a költöző madarak indulásának ideje, és egyben a halgazdálkodók számára a lehalászás időszaka. A férfiak zöld halászhálókat húznak ki, amelyek gyorsan megtelnek. A kifogott halak között a pontyok vannak a legtöbben, de akad amúr, combó, fehérbusa, csuka és harcsa is. A térségben a ponty korábban csak az ünnepnapok alkalmával volt kapható, mára azonban az egész év során hozzáférhető. Sokféleképpen lehet elkészíteni, így nagyon népszerű étel mind a helyi éttermek és büfék vendégei körében. Megtalálhatók továbbá a helyi kézműves termékek, méz, likőrök, vagy a környező gazdaságokból származó gyümölcsök is. A milic tavak egy olyan terület, melyet az emberek évszázadok óta folyamatosan alakítanak. A hely mára számtalan madárfajnak jelent menedéket, egyedülálló turisztikai látványosságot képezve Európában. Credits. This film was made within the Nature Without Barriers project. This film was founded with support from the European Commission under the Erasmus Plus program. This film is licensed under a Creative Commons Attribution 4 international license.